Dr. Barta Gyöngyi vagyok, fogszabályozó szakorvos. Egyetemi éveim után pályafutásomat a Smile Centerben kezdtem. Először konzerváló és fogpótlástani szakvizsgát tettem, és utána kezdtem el a fogszabályozás után érdeklődni. Hosszú évek alatt az az igény formálódott ki, úgymond a társadalomban, hogy nem csak fogszabályozás, hanem esztétikai fogászatra is egyaránt szükség van. A kettő egymást úgymond nagy mértékben segíti, mert jó néhányszor van szükség arra, hogy a fogakat egy kicsit megmozgassuk ahhoz, hogy szép esztétikai pótlásokat akár idősebb korba is el tudjunk készíteni. A fogszabályozás nagyon fontos már akár apró gyermekkorban is, tehát 2-3 éves kortól, mert nyugodtan föl lehet keresni a fogszabályzó szakorvost. Nagyon sok gyereknél már gyerekkorban nagyon sok rossz szokás van. Ez például a nyelvlökéses nyelés, új szopások, nyitott szájjal való alvás, úgymond szájlégzés, amin úgymond maga a fülorgégész egy személyben nem tud segíteni, tehát itt egy komplex szakember stábra van szükség, egyrészt egy fogszabályzóra, másrészt logopédusra, illetve egy fülorgégész szakemberre, aki a későbbiekben erről a rossz szokásról leszoktatja a gyermeket, illetve segít a jó fogászati fejlődés irányába terelni, tehát hogy a későbbiekben ne legyen rágási problémája, kapucsizületi problémája, nyelési problémája, ne szubasodjanak a fogai a kis páciensnek.